Lasi! 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 Dani, gyere ki az ágy alól! Figyelj! Nem láttad a Dasit? Nyugi Ákos, minden rendben lesz. Ugye minden rendben lesz. Minden rendben lesz! Üdvözlök mindenkit a tábori híradó első részében, és Árpézi nem fog menni. Hol a Noémi? Hát nem jött, úgy tudom. Hát, és nem kérdezzük meg a Danit, hogy jön-e? Ja, de Dani szerintem tök jó lenne. Jaj. Hello! Szia Ákos! Szia Dani! Szia! Szóval, mert te is kész vagy? Persze. Szóval üdvözlök mindenkit, ez itt a tábori híradó első része, és nagyon örülök, hogy újra itt vagyunk, újra együtt a nagy csapat, és most talán először nézzük meg, hogy hogyan is érkeztünk meg a táborba. Többnyire tínézsek korabeli diákszínjátszók várják, hogy elindulhassanak a Balatonra táborozni, ami nagyjából 10-20 perc múlva meg is fog valósulni. Hát, nézzük mire! Nézzük, csak ne kiabálj ennyire legközelebb a fülem mellett, mert nagyon hangos! Benkovics Sándor cirkusza. Sajnos egyéb elfoglaltságai miatt a vonatúton nem tudott velünk tartani. Hiányzol Sanyi, reméljük hamar megjössz. Születésemtől haldoklom, de halálomig még születek. Közöttetek egyedül, mégis jobb, mint nélkületek. Mint egy 2 kilométernyi gyalogás után végül megérkeztük az Úcó utcában, ahol a tábor található, illetve közelében van a Penny Market, a kézi autómosó, valamint a szőnyeg és bútor áruház. Ezeknek különösen fontos szerepük lesz a következő egy hétben. A fűt és gázszaniter is nagyon fontos. Milyen volt az ideút? Hosszú. Kellemes, hangos volt hosszú a vonat. Volt. Nekem hosszú volt. Én nem jól viselem az utazást. Én azt várom, hogy végre mehessünk a Balatonba fürdőbe. Én is ezt várom. Igen, egy kis hogy csobbanhassunk egyet. Igen. 2 éve nem stay hydrated. Stay hydrated.
Nem értem, milyen sátrakról van szó, hogy nincsenek is sátrak. Tetszik, hogy ilyen nagyon barátias hangulatú, kicsit kisebb, mint amire számítottam, és akkor így végül is kicsit jobban, közelebb kerülünk majd egymáshoz az szobatársakkal. Hogy tetszik a szoba? Nagyon király. Nekem nagyon tetszik, nagyon remek emberekkel vagyunk összerakva. A társaság remek, remek, remek társaság. Remek? Remek társaság. Mi az első szobában vagyunk, szóval... De majd meglátjuk, biztos jó lesz. Egy faházat jobban adtam, hát 10/9. 8 és fél. Mi az, ami legjobban tetszik benne? A legjobban a szobatársak tetszenek a szobában. Nagyon prémium házban élünk, van 2 zuhanyzó, 2 WC. És hogyha be van telve ott minden, akkor nekünk kell szólni, mi vagyunk az emberek. Igen. Milyen szerepet szeretnél az idézben? Egy főgonosz szerepet. Nem, egyébként valami olyasmit, amivel ki tudom próbálni magamat, valami szerűt. Dalma, mit szeretsz a Sanyiban? A Sanyiban? De Sanyiban azt szeretem, hogy olyan jó magas, és olyan stabil ember. Elég para. Egy maratoni sakkcsatának lehetünk szemtanúi a híradó forgatása közben. Nelly és Eszti méreti összetudását. Gyertek, nézzük meg! Nelly, te is légy a lóval. Nagyon jól látszik, hogy Nelly a klasszikus római hatos játékot játsza. Kíváncsiak, most nem tudom, mit csinálok, nagyon jó, oké, rendben. Kíváncsiak vagyunk, hogy Eszti bedőle ennek a hazugságnak. Mindenki tudja, hogy 6-szoros Grand Slam sakkbajnok Nelly. A híradó után beszámolunk róla. Kérdezzétek meg tőle. Két pénz reklámból. Itt vagyunk az ásztó alatt, ami jelenleg az Európa-bajnok olasz válogatottnak tiszteleg, és ezokból az olasz szövetségi kapitánnyal készítünk egy-két jó napot, egy kis gyors interjút, hogyha megengedtél természetesen. Az időm szűkös, de nyugodtam. Köszönjük szépen. Szóval az első kérdésem az lenne, hogy miért szeretsz táborozni? Az emberek nagyon jók, a programok mindig zseniálisak, a felnőttek viccesek, Laci jó fej, tehát minden megvan, ami kell. És milyen szerepet gondolsz magadnak ezen a héten? Na, ez egy nehéz kérdés. Természetesen a főszerepet, de ha túl jó lennék hozzá, akkor megelégszek egy főszereppel is. És még egy gyors kérdés, tudom, hogy szűkös az hát, időbeosztásod. Van egy nálunk egy rendező úr, Sanyi, hogy mi a véleményed róla? Hú, nehéz szavakból összefoglalni. Nekem viszont sikerült. A német szóval élnék rá, komis, ami a komikus jellegző. Olasz vagyok, de Németországba születtem. 24-en megyünk ki, 24-en jövünk vissza. Vagy nem tudok számolni. De annyian jövünk vissza. Itt vagyunk egy nagyon hosszú sornak a hátulján, és arra vagyunk kíváncsiak, mit fogtok menni a boltban, lányok? Mindent, ami nincs. És mitek nincsen? Mit szoktunk? Hova mennétek? Gyümölcsünk. Csokink. Akkor megyünk a kekszünk. Nem pakoltatok be rendesen a táborba? Hát kevés dolgot hoztunk. Na, ebben a meleg időszakban nagyon fontos a hidratálás. Stay hydrated mindenkinek ez. Meg én emlékszem, hogy itt nagyon rég lehetett ilyen plüssöket venni. És én egyszer nagyon beleszerettem egy elefántba, és emlékszem, hogy ezt megvették nekem, de volt egy koala is, és igazából abban reménykedek, hogy talán ez még van. Twixet!
Sikerült megvenni, amit szeretetek volna? Igen. Mindent? Igen. Csak azt gyümölcsön vettétek, vagy vettetek mást is? Végül csak gyümölcsöt vettünk. Mivel annyira jól ment ez a játék, ezért játszunk belőle még egyet, jó? És akkor toljunk egy új kört. Annyi lesz a lényege, hogy én mondok egy számot, és annyian kell összekapaszkodni. Két! Virág! Fül, fekete. A Fodor Mihály gyermekszínjátszó táborban a színjátszó a színjátékra utal. A csoportok egy hétig egy darabon dolgoznak közösen. Nézzük meg őket! Mehet? Na, számoljuk. De nem számolhatunk, akkor valaki mutatok. Dobbantjuk. Igen, ezt mondom, hogy dobbantjuk. Felteszem a kezemet és visszaszámolok. Háromtól. Háromtól. Hogy? Háromtól. És felveszünk. Menjünk be! Úgy tűnik, hogy ő már teljesen Sanyi hatása alá került. Ami hirtelen, tehát arra is rábízhatott, hogy ott majd, amikor élesben játszol, hirtelen, ami eszedbe jut, azt mondod. Levél Hanyi. Why do you feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. I went up in a beach and town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away. Jó csomóan ismeritek jól egymást, de vannak olyanok, akik nem ismerik nagyon mélyen egymást. Képzeljétek el, így kezdődik a minden. A tábor végén, ha összegyűl 50, akkor be lehet váltani 800-at. Képzeljétek el, hogy nem akarok színész lenni.
Képzeljétek el, hogy nagyon szeretem a rockbabát, és képzeljétek el, hogy kedvelem a kígyót. Képzeljétek el, hogy én 5 éve vízilabdázom. Képzeljétek el, hogy nem Fortnite-ozom. Képzeljétek el, hogy nincs tesóm. Ki az, aki szerint hamis az, hogy az Edik 5 éve vízilabdázik? Oké, okay, és ki az, aki szerinted hamis, mert szerint a valami Karina? Kinek sem adnozó benc. Fagyi Kata. Kata, Fagyi Kata, pizzás Márk, csillagcsavarhúzó Bence. Á, gyere Kata! Még 3 lesz, jó? Kettő. Hú, ezért. Gyorsan. Menjünk. Iza. Kari. Most kaptunk egy idézőjeles házi feladatot, hogy keressünk holnapig ilyen novellákat, dalokat, verseket, meg mindent, ami így ezzel kapcsolódik. Az Erának ki az asszisztense? Pillanat. Karinak hívják. És ő milyen? Ő nagyon kedves ő is, és egyébként kiderült. Mely nyomokat hagyott benned? Hát igen, azért egyszer például kiderült, hogy a bátyái azt mondták neki, hogy nem tudja azokat a horgászgilisztákat megenni Csalinak, és megevett kb. 10-12 ilyen gilisztát. A következő interjú alanyunk a táborvezető személyesen. Szia, Dasi! Milyen Dasi? Balázs, nem? Nem tudod, Dani? Mi a Balázs, nem a Dasi? Milyen így akkor táborvezetőként itt lenni a táborban? Nagyon stresszes, és hiányzik a Dasi. Miért stresszes? Hát az emberek miatt stresszes. Mit vársz a tábortól? Mit vártál, amikor eljöttél a táborba? Hát amikor vártam, akkor azt vártam, hogy legyenek itt emberek. És most rájöttem, hogy ez nagyon stresszes. Szerintem meg fogsz vele birkózni, Balázs. Miért szeretsz táborozni, Balázs? Igazából nagyon kevés táborban voltam életemben. De ebben voltam gyerekként. És remélem, hogy még mindig ugyanilyen jó táborozni, mint akkor volt nekem. Így az emberekről így mit gondolsz, akik itt vannak a táborban? Mi az első benyomásod róluk? Milyen a hangulat? Az emberekről azt gondolom, hogy stresszes, de a hangulat jó. Mit gondolsz az emberekről, akik itt vannak a táborban, Balázs? Hát, nagyon jó fejek. Nagyon szeretem őket. Némelyiket még nem ismerem, és az fura. Biztos meg fogod őket ismerni mélyen a tábor végére. Balázs, emiatt sem kell aggódnod. Köszönöm szépen. Hogy tetszik a szobád, a szobatársakról? Hát figyelj, én mindig is horkoltam, de szerintem már leszoktam róla. Csak én ezt nem tudom, hogy leszoktam-e róla. És a Hornok Máté barátom, ő nagyon nehéz alvó, és ezért utálja, hogy egy szobában vagyunk. De én őt kedvelem, úgyhogy remélem, hogy nem baj neki. Szerintem ő is kedvel téged, Balázs, egy kedvelni való személyiség vagy. Köszönöm szépen. Én is végig sétáltam a táborban, amikor itt voltunk, és azt vettem észre, hogy az embereket alapvetően kétféle csoportba lehet csoportosítani, hogy vannak játszók, meg vannak rendezők. Uh-huh. És ez egy jó megfigyelés. És észrevettem egy rendezőt, aki valahogy úgy kimagaslotta a többiek közül, de nem a szakmai képességei miatt, hanem a magassága miatt. A Sanyi, őt te ismered? Ismerem, elég jól, igen. És van köztetek valamilyen konfliktus, amiről így most így elmondanád a híradó nézőinek? Hát figyelj, konfliktus az nincs, de azt tudom, hogy ő nem nagyon szereti, hogyha róla valaki beszél, és egy kicsit félek tőle, mert hát ahogy mondtad, elég nagy. És illetve most róla beszélünk. Hát igen, és nem szereti, hogyha kiadják az ő magánéletét, úgyhogy... Van valamilyen magánéleti kapcsolatotok? Ja, nekem vele nincsen. Most jelenleg nincsen. Jelenleg nincs. Hát volt. Találkoztatok már valahol? Igen. Én az asszisztense voltam egy ideig itt ebben a táborban. Nem tudtad? Nem tudtam, Balázs. Tehát akkor most igazából ő volt a főnököd, és most... És most én lettem az övé. Így van, ahogy mondod.
Ez volt a távirodó első része. Köszönjük a figyelmet, jó éjszakát!